Szép jó napot kívánok, Ördényes Ura, jól vagy, tisztelettel köszöntöm Önöket. Úgyis, mint Szarvasváros képviselőtestületének ez év június 9-én megválasztott polgármestere és tagjait, akik a mai napon a megbízó embereket teszik át, és ugye nem felejtik el a hivatalba, már azok, akik újakat képviselők közül hivatalban, ezért október 1-én fognak lépni. Külön tisztelettel köszöntöm dr. Takács Árpád urat, Békésvármegye főispánját. Kedvesek urak! Dr. Gyalogné dr. Valgai Balasszony, a Helyi Választási Bizottság elnökét, és dr. Lécse Imre urat, aki a Helyi Választási Bizottság elnök helyettese. A mai napon ismétlem a megbízó emberek átadására kerül sor, ezen a sajtónyilvános eseményen. Felkérem a tisztelettel elnök asszonyt, hogy szíveskedjék a Választási Bizottság, Helyi Választási Bizottság munkájáról tőlük beszámolt a megbízó emberek átadásáról. Köszönöm szépen! Tisztelt meghívottak és vendégek! Magyarország köztársasági elnöke 2024. június 9 napjára tűzte ki a választásokat, mely két szempontból is volt rendkívüli. Egyrészt azért, mert közös eljárásban történt a választás, egyszerre került sor az Európa Parlamenti választásra, a polgármester és a helyi önkormányzati képviselők megválasztására, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására. És azért is rendkívüli volt, ami még idáig nem történt meg, hogy nem rögtön a megválasztásukat követően lépnek hivatalba, hanem csak október 1-től. Ezt már főjegyző úr elmondta. A választás során a Helyi Választási Bizottság egyik feladata a választás tisztaságának, törvényességének a megőrzése. A választás törvényesen zajlott le, szabályszerű volt, jogerősek az eredmények. Szarvasvár és Helyi Választási Bizottsága nevében tájékoztatom a jelenlévőket a 2024. június 9-i polgármester és önkormányzati képviselő választás, valamint a nemzeti kisebbségi választás végleges eredményéről. Szarvasváros 12.240 szavazásra jogosult lakójából 7.127 jelent meg 18 szavazókörbe, így a választóásra jogosultak 58,23%-a élt a választójogával, ami azt gondolom országosan is kimagasló eredmény. A választási eljárásról szóló törvény alapján polgármester, 8 fő egyéni választókerületi képviselő és 3 fő kompenzációs listán megválasztandó képviselő választására került sor. A szavazatok összeszámlálása után a Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Szarvasváros polgármestere 2024. október 1 napjától kezdődően 5 éves időtartamra Podálik Pál, a Fidesz-KDNP jelöltje. Az egyéni választókerületekben a következő képviselők kerültek megválasztásra. Az egyes számú választókerületben Farkas Tamás, Fidesz-KDNP. Kettes számú választókerület Csernus Zsolt, Fidesz-KDNP. Hármas számú választókerület dr. Pecsenye Erzsébet, független. Négyes számú választókerületben Kis Attila, Fidesz-KDNP. Ötös számú választókerületben Csanádi László, független. Hatas számú választókerületben dr. Bartolák Sebba, Fidesz-KDNP. Hetes számú választókerületben Sinkovics Krisztián, Fidesz-KDNP. Nyolcas számú választókerületben Závoda Ferenc, Fidesz-KDNP. Kompenzációs listán 3 fő szerzett mandátumot a következők szerint.
Fidesz, KDNP, Giric Katalin, Jóklub, Kovács Mátyás, Tusjak Tamás. Ők voltak a képviselők. A helyi választási bizottság feladata az is, hogy a törvény szerint a mandátumot szervezett képviselőknek a kompenzációs listás választás eredményének jogerőre emelkedését követő 3 napon belül adja át a megbízó leveleket. A roma települési nemzetiségi önkormányzat megválasztott tagjai Nagy Nikolett, Rostás Zsolt, Romhányi Tiborné, Romhányi Tibor és Rácz János. A szlovák települési nemzetiségi önkormányzat megválasztott tagjai Frankó Anna, Körösiné Zvara Mária, Zahorec Pál, Szeljak Bence és Csasztvan András. Tudjuk és hisszük a megválasztott polgármester úr, a képviselőasszony, a képviselő urak, valamint a nemzetiségi önkormányzat tagjai tenni fogják a dolgukat pártállástól függetlenül városunkért, az itt élő polgárokért fognak tenni, tevékenykedni, amihez összefogásra, bölcsességre és sok-sok munkára van szükség. A megbízó levelek átadásával együtt a helyi választási bizottság nevében gratulálunk, munkájukhoz erőt és bölcsességet kívánunk. Most pedig sor kerül a megbízó levelek átadására. Kérem, szíveskedjenek majd kifáradni. Elnézést, egy pillanat. Nem, csak egy pillanat. Egy pillanat, egy részlet. János, pillanat. Köszönöm. Farkas Tamás képes. Thank you.
Kovács Mátyás képviselő. Nagy Nikolett képviselő azt, hogy nincs körülbelül is egy másik alkalommal veszem. Rostás Zsolt. Szíves kedvel. Szlovák nemzetiségű önkormányzati adóügyére. Frankó Almatics. Tisztességes és eredményes volt. Fölmerült ezzel kapcsolatos kérdés, de úgy gondolom, hogy a fölülbírálati kérelmek elbírálása után nyugodtan kijelenthetjük ezt, hogy tisztességes és eredményes volt ez a választás. Minden tekintetben, mind a polgármester, mind a képviselők, mind a roma, mind pedig a szlovák önkormányzati választás tekintetében.
Én nagyon örülök annak, hogy a szarvasi kampány egy kicsit más volt, mint az országban nagyon sok helyen, hiszen minden egyes képviselő, polgármester jelölt, kisebbségi képviselő arra helyezte a hangsúlyt, hogy ő a pozitív gondolatokat próbálja a helyi lakosok felé továbbítani. Nem volt sátorválás, nem volt mocskolás, egymásnak a piszkálása, mindenki pozitív gondolatokat a saját programját hirdetve igyekezett a választópolgárokat meggyőzni arról, hogy rá érdemes szavazni. Úgy gondolom, hogy ez üdítő jelenség volt az országban, sokat láttunk, hogy más települések ez nem így működ. Én úgy gondolom, hogy ezzel nem csak az IPJ képviselők, hanem a minden szarvasi nyert, hiszen láthatták ezt a dolgot. Én úgy gondolom, hogy ebben a képviselő testetben látva, hogy kikerültek be, nagy részük már korábban is volt képviselő, az együttműködés megvalósulhat, és tényleg továbbra is olyan képviselők lesznek a testület tagjai, akinek elsődlegesen szarvasváros fejlődése, előrejutása, haladása a legfontosabb. Én szeretném megköszönni a Fidesz-KDNP szavazóinak, akik nekünk szavaztak többséggel bizalmat, mint polgármesterként, itt pedig ugye a legtöbb körzetben, és természetesen ettől függetlenül szeretném megköszönni minden szarvasnak, aki elment választani, hiszen minden választás az egyúttal a demokráciának az ünnepe is, el szoktuk mondani, hiszen akkor tényleg dönthetnek a szarvasiak a jelöltek közül, hogy kit választanak. Volt a Facebookon egy nagyon jó kis képeske, nekem az nagyon megfogta a tekintetemet, amikor írták, hogy holnap állásinterjú van, és te vagy a munkáltató, mondván a szavazóknak. Én úgy gondolom, hogy ez így van, hiszen mi egy munkát vállaltunk el, de úgy gondolom, hogy akik itt vannak képviselők, ismerem őket, kisebbségi képviselőket is nagyon jól, nem munkának fogják ezt tekinteni, hanem egyfajta hitvallásnak és hivatásnak és egy szolgálatnak. Én úgy gondolom, eddig is így működött ez a dolog ebben a városban. Én azt gondolom, hogy továbbiakban is ez így fog működni. És bízok benne, hogy október 1-én megtörténik minden gond nélkül az átadás átvétel. Ezt fontos kihangsúlyozni, hiszen nagyon sok megkeresés érkezett az elmúlt napokban már, hogy polgármester úr, fa kéne, ez kéne, az kéne, az kéne, hogy mondja el őszintén. Mindenki meg szoktuk válaszolni, hogy jelenleg a képviselőtestet működik, Babák Mihály szarvasváros polgármestere, és megvan a képviselőtestület, az ügyeket szeptember 30-áig ők fogják intézni. Addig mi viszont nem azt mondanám, fut a foci elvé, hogy a kispadon ülünk, hanem bemelegítünk a kispad mellett, hogy gyakorlatilag október 1-én ne egy álló rajtból, hanem egy mozgó rajtból tudjuk majd átvenni a város működtetését, és minden menjen tovább úgy, ahogy eddig is ment. Én azt gondolom, hogy polgármester is partner lesz, hiszen sok-sok esztendő dolgoztunk, mi együtt ismerjük egymást gondolatait is, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezzel ebben a városban nem lesz semmilyen probléma. Én még egyszer szeretném megköszönni mindenkinek, aki elment szavazni, döntést hozott, választott, és azt gondolom, hogy nekünk innentől kezdve az a dolgunk, hogy Szarvasváros teljes közösségét, Szarvasváros minden polgárát ugyanolyan erővel, hatékonysággal, szeretettel képviseljük, Szarvasvárosát mindenhol elsődlegesen tegyük magunk elé, hogy az a legfontosabb nekünk. Jó? Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, kormány megbízott úr helyett Fő István úr, külön tisztelettel köszönöm, hogy megtisztelt bennünket így a végére, hiszen ő végigkövette a választást, és köszönjük szépen, hogy kitüntető figyelmével részlet ez a kis apró ceremónián. Én bízok benne, Fő István úr, hogy találkozunk még, reméljük a alakulésen is, és reméljük, hogy utána is a támogatását bírjuk majd a város működtetésében. Köszönöm szépen, hogy eljöttünk közénk. További szép napot kívánok mindenkinek. Választott polgármester úr elutasító és jövőbe mutató gondolatai. Ennek a rendezvénynek hivatalos végére értünk. Beszélgessenek mind nyilván a témájuk a jövőt illetően is. Azt nem mondom, hogy ismerkedjenek egymással, mert meglehetősen jól is nem mindenki mindenkit, és az folyamatosságra is egyfajta valóban jövőjében átmenetre valamilyen jó számára. Nagy tisztelettel köszönöm a megjelentet, és én is újra csak megköszönöm, tudod, hogy Isten látod egyébként szabadságot megszakítani, hogy volt szíves ezt a rendezvényt a figyelmével kísérni. Köszönöm, hogy a Isten részletére ezt nem köszönöm.
Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.